Az Aligával párhuzamosan zajlik a tolnai Altaripa kupán a hatcsapatos öregfiúk bajnokság is, már a tavaszi harmadik fordulónál tartanak a csapatok. Tekintettel arra, hogy a bajnoki címvédő Old Brothers a korábbi fordulókban több váratlan vereséget is szenvedett, így az üldözők még reménykedhetnek, hogy lehet esélyük akár a bajnoki cím megszerzésére is. Ebben a fordulóban kiemelkedő mérkőzésnek számított az Old Brothers bor és halásztanya párosítás. Fehér felsőben az egykori tolnai bajnok csapatokból is verbúválódó Old Brothers, tűzpirosban pedig a bor és halásztanya, ami már a nevében hordozza a szekszárdi orientációt, kötődést. Ez az a baráti társaság, amely a megye legjelentősebb kispályás tornáin rendre felbukkan, itt az Altaripa kupán is már hosszabb ideje szerepel. Több éve játszunk így, most már itt Tolnán legalább egy olyan 7-8 éve. Először még Schulz FC néven, és utána Bor és Halásztanya néven. Mi volt az eddig legjobb eredmény, és itt mi lehet a legjobb itt az Altaripán? A harmadik helyünk volt eddig a legjobb eredmény, jelen pillanatban ott állunk a tabellán most is, meglátjuk. A mai meccs elmegy, az még nem jelent semmit. Nem jelent semmit meg. Az Old Brothers Kárpáti Zoliék a tolnai addi gyermekekből álló vegyesszőttes, csak a csapatkapitány Szekszárdi már azzal, hogy teljes létszámban jelent meg ezen az estén sok csere lehetőséggel, jelezte, itt ma este csak a győzelem az elfogadható számukra, nem lehet több bukás, ha a címvédés a cél, így nagyon elszántak voltak már a bemelegítésnél is. A játékosok nagy része a mai napig sportol többé-kevésbé aktívan, tehát ugye többen vagyunk, akik a Szekszárd 2-ben azért hétről hétre pályára lépünk, illetve a csapat többi része is azért a téli teremtornákon szinte rendszeresen faddon vagy az egyéb településeken részt vesz, és mozognak a játékosok. Részvétel a fontos, de úgy látom, hogy szomorúak lennétek, ha ezt nem nyernétek meg, ami az erőviszonyokat a hatos mezőnyt illeti. Én azt hiszem, hogy a csapat nagy része olyan típusú játékosokból áll, akik egyébként győzni szeretnek. Szeretnek lejönni a pályára futballozni, de egyébként amellett győzni is szeretnek. Úgyhogy hát nyilván azért vagyunk itt, hogy a lehető legtöbb meccset megnyerjük, és ha lehet, akkor a végén mi legyünk az elsők. Évek óta együtt futballoznak a városi, szekszárvárosi kispályás bajnokságba, úgyhogy mindenképpen jó mérkőzés lesz, és hát kihívás, mert nyerni szeretnénk, és remélem, hogy nyerni is fogunk. Ők olyan örökös másodikak, harmadikak szinte minden tornán, lehet, hogy épp most hűti őket a becsvágy? Biztos ők is minden egyes alkalommal nyerni szeretnének, olyan típusú emberek vannak abban a csapatban is. Meglátjuk, egy jót futballozunk. Ez így is volt. Amúgy le a kalappal az ellenfél a bor és halásztanya előtt is, már ami a mezőnyjátékot illeti. De a gólokat, fájdalom, csak az Old Brothers lőtte az első félidőben egy kivételvel, és már az első játékrészben 5-1-re vezettek a fehérek. Hiába no, ha csak szükségkapus áll rendelkezésre, az általában problémás helyzet az eredményességet gátló tényező minden szintű kispályás teremtornán. De minden gól azért nem a kapus, vagyis a vészkapus lelkét terheli. Kapus problémáink vannak ma, és ezért így nehéz játszani, hogy ezt a játékot úgy játsszák, hogy védj egy kapust. Most nincsen kapus, hanem valaki éppen elvállalta? Igen, sajnos éppen külföldön van a kapusunk, és ezért valaki elvállalta, és ezért így nehezen megy a dolog. Tehát nem is annyira a védekezés, ha kapus van, akkor úgy gondolod, most nem 5-1 az állás, hanem legfeljebb 3-1, igen. Bár dicséret hangján szólunk, hogy nagyon szép akciót dolgoztatok ki, és akár 2-3 gólt is szerezhettetek volna. Mi a taktika a másodikban? Kitámadni is? Az emberfogást azt azért védelemmel kicsit szorosabbra fogni, hát és megpróbálni gólokat lőni, mert más lehetőségünk nincsen. A nagypályán is rendszeresen pályára lépő futballistákkal lendületes, dinamikus Brothers fölénye gólokban megmutatkozó módon a második félidőben is folytatódott. Egy tucatig meg se álltak, így 12-3-at mutatott az eredményező a mérkőzés végén. A tavaszi harmadik forduló másik két mérkőzésén nyert a DZ hűtéstechnika a tolnai öregfiúk ellen, a Tolnabau pedig a Chelsea győzte le meglehetősen magabiztosan 5-0-ra az Altaripa kupa öregfiúk bajnokságán.